Hozleiter Fanni, Mosolyka, Sankó, a kék unikornis és Vékony Zoli filmje. Különleges módon a filmben Fanni és Sankó saját magukat alakítják. És tényleg minden mozgóképes tapasztalat, vagy iskola, vagy gyakorlat hiány vágtak bele abba, hogy filmre vigyék az életüket. Mindig mi döntjük el, hogy megtesszük az első lépést az álmunk felé, és a következőt, vagy egyszerűen hagyjuk elé lenni a lehetőséget. Nem szeretünk szarakodni. Tudj meregni. Egy kicsi időt hagyjunk egymásnak, kérlek, hogy ne sürgess, mert minden rendben van, csak Még... Halló. Mosolyka. Majd helyett most. Igaz történet. Hát ez tetszeni fog. Bent a szállodában, mintha csak minket vártak volna. Minden türkiz és korral. És már csak a lakosztály volt szabad. Úgyhogy nincs más választásunk, ott kell, hogy aludjunk. Az legalább biztos, hogy ott el fogsz férni. Ott biztos. Akkor menjünk. Szeretem magamat. De romantikáló. Elengedett szívem, nem fogok eldőlni, ne aggódj. Biztos. Én így szeretnék élni a Balatonnál veled. Úgyhogy már önállóan fel tudok öltözni, letusolni, és minden reggel felébredsz, frissen és illatosan váltak a reggelivel. Ez jó hangzik. Hát akkor tegyünk érte. Azért van vele némi meló. Még. De megéri. Megéri? Olykor igen. Kösz. Hát nincs. Láttad az édes kislány ma az előadás? Hát igen. Nem igazán értette, hogy tudsz így boldog lenni. De a végére már pontosan értette. Annyira cuki volt. Az ő apukája a Békelen McKenzie-nél az ügyvéd. És hát van is lés a cégnek, hogy ide foglalt nekünk szállást. Hát van. Ma is sokan voltak az előadáson. Tudod, lehet, hogy még nem mondtam, de tényleg büszke vagyok rád. Minden nap megmutatod a világnak, hogy nincs lehetetlen. Csupán ezzel, hogy itt vagy. Éregzel és mosolyog. Köszönöm, hogy velem töltötted ezt a napot. Én is köszönöm. És köszönöm, hogy elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Kedvesnek. Jóképűnek. Izmosnak. Nem szerintem, aludj! Jó éjszakát. Thank you.
Jó reggelt! Hasadra süt a nap! Nem is. Mennyi az idő? Most van. Mindig az örök most. Emeld a kezed. Ennyi. És megelégszel ennyivel? Mm-mm. Akkor? Na ez az. Megy ez, látod? Már is tovább bírtad. Magának 18 életévet jósolt az orvostudomány, és elmúlt 30, és a ráncaira is büszke, igaz? És eldöntötték, hogy a Balaton partján fognak lakni, és a nappaliból látják a tavat, és aktívan tesznek azért, hogy maga fölálljon ebből a székből, tudjon járni. Csak hogy ez az orvostudomány szerint lehetetlen. Én hiszek benne, és csak is ezt engedem be a fejembe, hogy sikerülni fog. Ezelőtt indítottuk útnak ezt a sorozatot, hát valahogy így. Szus! Megjöttünk! Szevasz, te kis szarmadzat! Szia! Úgy hiányoztál. Tudnod, mentem el. Tudom, de te mindig hiányzol. Nélküled olyan ez a lakás, mint a kripta. Édes vagy, de dolgozni voltunk. Tudom. Hogy sikerült? Nagyon jó, amúgy szerették, csak nagyon elfáradtam. Miben, kicsim? Abból jártattad a kis szádat, meg utaztatok egy keveset? Kösz. Ti még nem hordtatok téglát. Még nem építettetek fel egy kutyaholat se. Hát ez igaz, de te sem csináltam még egy hét alatt négy városban több mint 1000 embernek előadásokat. Ó, hogy oda ne rohanja. A kaja a mosógépen, melegítsétek meg. Köszi. Sanyi? Most jön be. Szia, Karcsi. Szavasz. Wow, azt nézd. Na. Lehet engem is bír egy kicsit az öreg, vagy mi van? Köszi. Van mit? Sanyi nadrágja még egy kicsit vizes volt. Ezt előhagytam száradni. Köszi. Hagyjál békén. Évek terméséből válogattunk össze egy csokorra valót. Tehát csak a régi műsorszámot fognak látni, hallani. Na jó, de az én remélem, hogy egy esetben mégis majd csak az újdonság varázsával hat. Mennyi? A hitellel együtt. Azzal. Nem akarod tudni. Hát, ha mégis. Több mint 200. Tényleg nem akartam tudni. Ilyen is kezdem én. Édes rózsám szívből. A szerződést már aláírtam és visszaküldtem. Köszönöm. Te csak foglalkozz azzal, ami igazán szeretsz. Te csak alkoss és fejlődj. Az adminisztrációt megbízd rám. Mennyi könyvet szeretnél vinni holnap? 50 elég lesz. Én berakom az autóba, te meg sipírc pihenni. Értettem. Helyes. De visszahívod, remélem? Nem. De miért nem? Szerem, nem volt meg. Igazán? Tudni akarod, hogy mit csinált a barátnőt? Na, mit hoztam? Elmentünk vacsorázni, érted? Baromi jól éreztük magunkat. És akkor egyszer csak hirtelen... Talán így már jobb lesz. Látod, milyen hasznos, hogy megírtad életed történetét? Na, ezért remélem ennél csak hasznosabb. Sanku.
fordíts meg, kérlek. Drága mosolyka! Remélem, jól vagy. Talán emlékszel rám, tavasszal leveleztünk. Már akkor álmodozva olvastam rólad, az életedről, a vágyaidról, a kitartásodról. Én vagyok, akinek 9 évig nem lett kisbabája, és kezdtem belenyugodni, hogy sosem lesz gyerekem. Amikor könyveidre találtam, újra felcsillant a remény, hogy egy napon a kezemben tarthatom a kicsikémet. Aztán kaptam varázsbabokat is tőled. Nagyon sokat változott az életem. Új párom lett, és 10 hetes kismama vagyok. Köszönöm, hogy bíztattál és erőt adtál írásaiddal, hiteddel, hogy ne adjam fel. Ölellek, Évi. Szia! Szia! Megindulunk már, vagy mi van? Igen, csak ezt még gyorsan elmondom. Képzeljétek, most írt egy hölgy, hogy 9 évnyi küzdelem után végre várandós, és ő ezeknek küldte varázsbabokat, hogy ültesse el az álmát, és hagyja kivilágozni. És? Feldugta őket, vagy mi? Jaj, abszus! Csak a hozzáállását változtatta meg. A bab az csak egy kis fűszer volt ehhez. Jó van, csak vicceltem. Nagyon örülök. Ezek szerint nem hiába cipeltem haza kilószámra a piacról azt a sok szarságot. Varázsbabokat. Ezt mondom én is. Ja. Láttad volna Sankó a postás arcát, mikor heti több száz borítékot adtam fel benne 3 babszemmel? Tudja, azt hitte, hogy fogyi vagyok? És nagyot tévedett, vagy mi van? Szerintem valahol amúgy mindenki fogyatékos, csak van, aki jobban látszik, másokon meg kevésbé. Hányan nem tudnak szeretni, meg nem engedik, hogy szeressék őket. Az nagyobb fogyiság, mint a kerekesszék. Merre varjál gombot, bazd meg? Na, induljunk, mert még elkésünk, és van előttünk 350 kilométer. Este edzés, utána jövünk. Szeretlek. Belétek is, puszi. Sok szerencsét. Csak ahhoz fel kéne adni a lottót. Jó, feladom. Mert csak a lottót? Nyilván. Kevés dolgot tudok egyik pillanattal a másikra megváltoztatni, de egyet bármikor, és ez a hozzáállásom. Mindig a kezemben van a döntés, hogy valamit feladok, vagy megcsinálom. Sírok rajta, vagy nevetek. Volt idő, amikor tudtam járni. Nagyon is emlékszem a lépések érzésére, hogy milyen az, meg arra is, amit egyszer anyukám mondott a séta alkalmával. Vigyázz, itt van egy kis lépcsőfok. Jó, nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Na, lehetünk még egy picit? Jó, de csak miattad. Nem van most. Neked magad miatt, és nem másért kell megtenned mindig azt a bizonyos pluszt. Mert csak az visz előrébb az életben. És tudod, te döntöd el, hogy mit hozol ki az életedből. Hadd nézzem. Jaj, de jó. Nagyon szépen csinálom. Úgy. Ez az. Gyere, gyere. Nézd, mi van itt! Mit találtam? Jó, ez a kedvencem. Nincs benne mazsola. Látod? Az élet mindig megjutalmaz, hogyha nem adod fel. Anyu sem adta fel, pedig ő is kerekesszékbe került. Thank you.
Anya, szomjas vagyok. Na, tudod mit, hagyd csak. Anya, hagyjad. Nem vagyok szomjas, rájöttem közben. De hogy hagyom. Nem, hagyjad. Vigyázz, le fog esni! Na is. Van másik. Aztán nem sokkal később elvesztettem Ancust, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy mennyi mindent tanított nekem szavak helyett tettekkel. Ha bármire is a legelején azt mondom, hogy mindegy, hagyjuk, akkor feladtam. Viszont ha nekifutok, sem biztos, hogy sikerül elsőre. De tökéletes válasza volt. Na is, van másik. Van másik bögre, és van másik lehetőség az életben, hogyha vannak álmaink, és kitartóak vagyunk. Akkor most ugorjunk egy kicsit az időben. Kezeket föl ki az, aki tudja, hogyan ismerkedtem meg a férjemmel Sándorral. Mindketten hittük, hogy rátárunk az igazításunkra. Pedig hagytak már el, csaltak meg, és tűnt reménytelennek a helyzet. De azon a napon végül találkoztunk. Kicsit olyan volt, mintha nem tudtuk volna elkerülni egymást. Egy lépcső alakjában érkezett a végzet, amin nem tudott fölmenni. Amikor odaértem az előadásra, akkor hát nem tudtam feljutni, ezért megkértem egy jóképű pasit, hogy segítsen. Igazából a feje beesett pont a két lábam közé, és onnan nézett fel rám. De megkérdezte, hogy tetszik a kilátás? Hát, mondtam, nem rossz. Eléggé varázslatos. Imádom. Annyira jó. Érj utol. Gyere, gyere, ez a Max. Ne vagy maradva. Megvan a csókom! Kérsz tejberist? De hát a Balatonon hekket vagy lángos szokás. De én tejberist hoztam. Imádom, csak már nem eszem tejterméket egy idején. Olvastam a könyvedben. Mandula tejből csináltam. Mondjuk kicsit drágább is volt. Figyelj csak, azt nem mondtam még, de itt is szükségem van egy kis segítségre. Na mondjad, miről van szó? Szét kéne tenned a lábam. Hát, valahogy csak megoldjuk. Jó, na figyelj, bejösszönöm a mosdóba, becsukod a szemed, én pedig oda teszem a kezed, amit emelni kéne. Legyen. Legálisan meg úgy sem voltam női mosdóba. Cula, gurulj be. Itt jön? Na ide figyelj. Beszéljünk, mint férfi a Fannival. Ajaj. Ki ez a fiú? Hát, 31 éves. Pesten él egy albérletben. Dolgozik Európa egyik legnagyobb informatikai cégénél. Van jogsia, és annyira ide. Ja, és ma itt alszik.
Na, itt a vége az első 20 percnek, még vár rád a film nagyon-nagyon jó része, igazából a java, és amit abszus válaszolt arra a bizonyos gondolatom, azt szerintem zseniális volt, nézd meg, hogyha van kedved. Az én kedvenc, személyes kedvenc részeim pont ezután jönnek. Ha eddig tetszett, amit láttál, akkor szerintem ezután imádni fogod. Igaz történet, a jelenetek, hát 99%-a úgy, ahogy van, meg is történt, úgyhogy ezek real-time valós történetek itt a magyar valóságban megélt magyar emberektől. Én nagyon-nagyon sokat jegyzeteltem, tényleg, vagy szó szerint lejegyzeteltem a dolgokat, ezért amikor a színészek jöttek, akkor csak a kezükbe kellett adnom ezeket a jegyzeteket. Ezek tényleg így hangzottak el, és pontosan így történtek. Sokan azt mondják, hogy a filmnek az a különlegessége, hogy Mosolyka és Sankó saját magukat alakítják. Igazából ez az életünk, úgyhogy nem színészkedünk benne, hanem magunkat adtuk. Így van. Szóval, ha van kedved már nézni a film nagyobbik részét, illetve a lényeget, ami vár benne még, akkor... mosolyka.hu/mozifilm. De a mosolyka.hu oldalról is oda találsz. A lényeg, mosolyka.hu/mozifilm, gyere és nézd meg a teljes Mosolyka majd helyett most mozifilm 120 perces részeit, ne csak ezt az első 20 percet. És hogyha tetszett az a hatás, amivel az életedre van, illetve rád, vagy amit kihoz belőled, akkor a legnagyobb segítség nekünk az, hogyha beszélsz róla, itt a hírét, kérlek, ennyit kérünk csak, hogy legalább 5 embernek beszélj a filmről, ha megnézted, és igazán tetszett. Képzeld el, hogy nagyon durva, volt egy csajszi, aki a földön ülve nézte meg, nem bírt fölállni, nem volt annyi energiája, a laptopján nézte meg a földön ülve, és a film felénél írt nekünk egy e-mailt, hogy szerintem a film után írta meg az e-mailt. A film felénél fölállt, és ki tudott menni, sétált egy 7 kilométert, majd visszament, és megnézte a film másik felét is, és elmúlt a pánik rohamja, mert hogy a film felénél akkora energiát kapott, hogy felbírt állni, és ki tudott menni, és sétálni tudott, úgyhogy előtte még fel se bírt állni, és a földön ülve kezdte nézni a filmünket. Szóval a csoda, elképesztő. A csoda az valójában nem a filmben van, szóval nem egy csodabogyót fogsz kapni, ha felnézed a filmet, hanem benned, vagy a nézőiben, akik megnézik. De, ez egy csodabogyó, csodabogyó, Mosolyka majd ez most mozifilm csodabogyója. Bodója. Szóval belőled hozzá ki szerintem azt, ami benned a csodabogyó. Tényleg elképesztő, és volt egy másik cuki házaspár. Azt elmondom én. Na. Szóval, az pedig egy házasság megmentéséről szól, akik írtak nekünk, hogy már eldöntötték, hogy akkor szétmennek egy hosszú kapcsolat után, de még együtt megnézték a filmünket, és képzeljétek el, hogy a végére úgy döntöttek, hogy együtt maradnak, tesznek magukért, a kapcsolatukért, és azóta is boldogok, és együtt vannak, és évente egyszer eljönnek hozzánk, meglátogatnak, és megköszönik nekünk, hogy megcsináltuk ezt a filmet. Nézd meg, te is Mosolyok a majd helyett most mozifilm első 120 percét, ami a teljes 120 percet. Sokszor elmondtam, hogy 120 perc, mert 120 perc! mosolyka.hu/mozifilm, ott találod a jegyed, és már tudod is nézni azonnal. Puszi!